A téti labdarúgó utánpótlás nevelésről Bencsik Zoltán beszélt. Hát ugye van versenyző korosztályunk az U14, illetve az U16, az mind a kettő a megyei bajnokságban szerepelt, a többi korosztályunk az U7, U9, U11, U13, az pedig a körzeti Bozsik programba szerepel. Illetve most már van ovi foci csapatunk, akikkel pedig már kétszer részt vettünk egy győri ovi foci fesztiválon. Körülbelül hány kisgyermek rúgja a labdát most itt téten? Hát az óvisokkal együtt ilyen 120, de folyamatosan bővül a létszám, mindig érkeznek új játékosok, új gyerekek, akiket sikerül bevonni itt, vagy akikkel sikerül megszerettetni a labdarúgást. Ugye az eredményekről lehet azért beszélni, hogy össz folyamán mit sikerült elérni, vagy ebben a korosztályban még nincs mondjuk mind a nagyobb, Hát mondjuk ugye az ifi vagy felnőttbe? A Bozsik korosztálynál ott az eredmény egyáltalán nem számít, az csak másodlagos. Végül is ott az, hogy minél több mérkőzést tudjanak, minél többet szerepeljenek a gyerekek. Az U7-ben ott még nagyon sok a játékos feladat, az U9-ben ott már úgy ott vannak mérkőzések, U11, U13. A két versenyző korosztályunk az U14, illetve az U16. Végülis mind a két csapat a táblázat vagy a csoportjában második felében van, de ott sincsen eredménykényszer igazándiból. Próbálunk ott is minél több játékosnak lehetőséget adni. Tehát végülis fiatalok vagyunk, azt lehet inkább mondani, ez ilyen tanuló év mind a két korosztály számára. A jövő év, a következő szezonban szeretnénk már mind a két csapattal minél jobb helyezést elérni. Milyen módon tudják zárni az évet? Van valamilyen különleges találkozás, vagy ugye valaki vacsorát rendez, a kicsiknél ez hogy zajlik? Hát igazán ez minden, már minden éven ilyen bevett szokás, hogy egy ilyen pizza partival zárjuk az év végét, a U7, U9, illetve U11, U13, én két külön ilyen évzáron vesz rész, amilyen, ahol a családtagokkal, szülőkkel, testvérekkel csinálunk egy ilyen közös szülő-gyerek focit, illetve szülők hoznak süteményt, tehát egy ilyen családias jellegű, ahol végül csak értékeljük az évet, vagy a gyerekeket megdicsérjük. Mikor indul a szezon, hiszen jelenleg ugye január van, 2017, hogyan tervezik a tavaszi időszakot? Már minden korosztályunk elkezdte a felkészülést, amiben szerencsénk van itt a körzetben, hogy a tornaterem, mivel az iskola tornatermében biztosított az edzési lehetőség minden korosztályunknak, tehát kellőképpen tudunk edzés lehetőséget biztosítani minden korosztálynak. Az U11, U13-nak annak az fog szerepelni január-februárban a futsal Bozsikon, tehát a Bozsik fesztivál keretében a mi terem focin, illetve február 4-5-én tartjuk az immár szintén hagyományos saját teremtornánkat, ahol körülbelül 250 gyerek részvételét vel szervezünk teremtornát kétnapos. Van. Ugye a foci itt nagyon fontos dolog téten, ugye az utánpótlás nevelés is azért indult el, gondolom, hogy nem csak, hogy mozogjanak a gyerekek, jól érzék magukat, hanem eredményeket is elérjenek. Hogyan lehet tovább jutni a különböző korosztályból? Fel van ez építve itt téten? Hát fel van végül is, ugye úgymond azt lehet mondani, hogy az óvodás korosztályról a 16 éves korosztályig biztosítva van a gyerekeknek a előre menetele, tehát felmenetele. Az U16-os korosztályban, akik most szerepelnek ővele, az a célunk, hogy 2-3 év múlva egy meghatározó U19-es csapat, vagy utána pár évben pedig meg egy meghatározó felnőtt csapatot ki tudjunk alakítani. Tehát azt lehet sem mondani, hogy a teljes csapat téti saját nevelőső játékosokból áll. Igazából ez lenne a cél. Csak hogy ez nagyon hosszú folyamat, mert aki most mondjuk az óvodába kezdi a játékot, abból belőle 15-16 év múlva lesz felnőtt labdarúgó. Most jelenleg a TT-ek nem túl jól állnak ugye a bajnokságban, valamilyen módon az utánpótlás majd tudja segíteni. Igaz, ez idő kell, hiszen említette az előbb, hogy évek kellenek, mire valaki be tud épülni a csapatba. Igen, igen, ezért is fontos végül is a felnőtt csapatnak a szereplése, mert is valamilyen szinten ők példaképek a gyerekek számára, de mondom, tehát ez lenne a lényeg, hogy amennyire lehet saját nevelésű játékosokkal, de ugye ez egy hosszabb folyamat. Szerelés minden rendben van, ugye jelenleg is itt téten a sportpályán beszélgetünk,
egy öltözőben, tehát itt minden körülmény adott ahhoz, hogy jól tudjanak a gyerekek teljesíteni. Igen, a körülmények szerintem itt a környéken az egyik legjobbak. A két darab nagy füves pályánk van, ami szintén itt a közvetben egyedülállóan csak nálunk van. Az egyik pályát az csak a utánpótlás játékosok használják. Tehát az adott felszerelések szintén az mindig folyamatosan bővítve van. Ha bármi kérésünk van a vezetőség felé ilyen téren, azt megpróbáljuk minél előbb teljesíteni. Még mindig azon van a vezetőség is, hogy ezeket bővítsük, vagy fejlesszük, vagy inkább pótoljuk, hogyha hiányosságok vannak. Ugye híres arról a tét utánpótlás nevelés, hogy családias. Tehát itt azért a szülők is szeretnek kijönni, akár pénteken itt vannak, nagyobb rendezvényeket is lehet szervezni, mivel nagyon jó a társaság összetartó. Igen, hát ezt el lehet mondani minden korosztálynak minden korosztályról. A decemberben volt egy teremtornánk, az U14 és az U16-os korosztálynak volt egy ilyen teremtornája, illetve ott a ovi focistáink felléptek egy ilyen bemutató jellegű mérkőzéssel, és ott egy ilyen jótékonysági süteményvásárt rendeztünk, aminek a bevételéből most mind a 20 ovi focistánk egy komplet garnitúra szerelést tudtunk vásárolni. És ezt mind a szülőknek köszönhetjük, mert ugye ezt ők rendezték teljesen. Edzők változtak az elmúlt időszakban, vagy ugyanaz a keret? Egyelőre ugyanaz a keret van, tehát ilyen téren nincsen változás. Kik segítik a munkáját? Kik azok az edzők, hogy azért fel lehet sorolni, hogy hányan vannak benne ebben a csapatban? Igen, hát az U16-os korosztály Herold Szabolcs foglalkozik, az U13-U11-es korosztályra én foglalkozom, az U7-U9-es korosztálya pedig Tóth Csaba foglalkozik. És egy jó az együttműködés is az edzők között. Igen, teljesen. Tehát ez, ami nagyon fontos még, hogy ugyanazt a szakmai vonalat visszük mindannyian tovább. Tehát ha én kapok egy alsó korosztályból játékost, vagy feladok egy játékost, az ugyanazt a elképzelést viszi tovább mindenki. Köszönöm, és sok sikert! Én is köszönöm.